köszöntöm Önöket. Április második felében a fagy és a fagykár foglalkoztatta szinte az egész ország mezőgazdaságát. Két nappal a fagyos hajnal után mi ellátogattunk egy cseresznyéskertbe, ahol kiderült, hogy milyen hatása van a fagynak, illetve a lefagyásnak. Aztán május elején kiderítettük azt is, hogy ennek az egyetlen áprilisi fagyos hajnalnak nem csak a gyümölcsösökre, de az erdészetekre is hatással volt, így többek között az akác virágzására is, ami többek között hatással van az idei méz árára is. Nézzék meg a tartalomjegyzékünket. Fagykár. Lefagytak az ültetvények, folyamatban van a károk felbecsülése. Súlyos fagyások az erdészetekben, alig virágzik az akác. Nehezen indul a méhészek éve, a repce és az akác sem virágzott jól. Repcefajta kísérlet. Az időjárás új kihívásokat hoz a növénytermesztésbe. Tragikus a hazai agrárium helyzete. A Nyíregyházi Egyetemen járt Tordján József. Szabolcs-Szatmár Bereng megyében több helyen akár 100%-os fagykár is érhette a gyümölcsös kerteket. Április 21-én reggelre megyeszerte fagyokat észleltek a gazdák, volt olyan terület, ahol a mínusz 6 fokot is elérte a hőmérséklet. Ez leginkább a cseresznye, a megy, valamint a földi eperültetvényeken okozott jelentős pusztítást. Ez a méret már közelít nagyjából a borsó szem nagysághoz, és hogyha én ezt ketté vágom, egyértelműen látszik, hogy fekete a belseje, már a magkezdemény látszik, tehát ez biztos, hogy le fog hullani ez a gyümölcs. Ványi Gábor éppen azt mutatja, hogy a megfagyott gyümölcs kezdemények már bebarnultak. A szakember elmondta, a gyümölcsöt kettévágva jól látszik, hogy a belseje is barna vagy fekete. Az ilyen sérült gyümölcs nem fog kifejlődni, vagy rosszul fejlődik, deformált lesz. Ennek következtében hiába növekszik tovább a gyümölcs, heteken belül akár a 20 mm-es nagyságot elérve is lehullhat. Április 20-áról 21-én hajnalra érkezett ez a kelemetlen időjárási jelenség. Mínusz 1 és mínusz 2,5-3 fokig mértem hőmérsékletet. Két napra rá, a mai nap már jobban látható az eredmény. A 2 méter magasságig szerintem egy olyan 30%-os fagykár írt a cseresznyei ültetvényemet. Még nincs tragédia véleményem szerint. Ez úgy fogalmazok, hogy egy erős termésítésnek megfelel. Ha nem ér újabb hideg, jég, egyéb ilyen probléma, akkor a technológiát betartva egy nagyobb átmérő gyümölcsöt tudunk elérni, vagy gyümölcs méretet tudunk elérni, ami még esetleg pozitív is lehet az értékesítés folyamán. Tulajdonképpen az a fagy hatása, az a sejtekben lévő víz és szövetekben lévő víznek a megfagyását, hirtelen megfagyását jelenti. Ez okozza a szövetekben a feketedést, elbarnulást, elhalást. Hogyan lehet védekezni egy ilyen fagykár ellen előttem, és utólag milyen teendők válhatnak a hasznára a gyümölcsös kertnek? Hát az igazi szuper védekezési módszer, amit láttam, az egy pellet tüzelésű fagyvédő berendezés, ami cirka 5 millió forintba kerül. Hát a gazdák közül kevesen engedhetik meg ezt maguknak. Ez lenne a legprofibb, viszonylag olcsón is üzemeltethető. Több módszer van, ahhoz viszont olyan előrejelzési szisztémáknak kellene lenni, ami nem igazán működik. Gondolok itt időjárás fagyvédelmi előrejelzése. Hát a hagyományos módok a füstölés, ezek már mondhatom azt, hogy korszerűtlenek, de vannak bioregulátorok, aminósavak, amivel a fagy előtti napon esetleg védekezve stresszoldók jobban tűrik az ilyen fagyhatást. Ez csonthiasnál azért az a mínusz 1, mínusz 3 fok, ez már veszélyes. Almánál még ez nem jelent problémát, amennyiben én mögöttem lévő kis ültetvény, amennyiben látható. Egyik része már le volt fedve jéghálóval, másik része még nem, és a háló alatti területen nulla
Celsius-fok hőmérsékletet mértem, akkor, amikor kint 3-4 fok is mérhető volt egyes területeken. Ványi Gábor gyümölcsös kertjén nem szenvedett végzetes fagyást, azonban a megyében nem minden gazda volt ilyen szerencsés. Rácz Imre, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezetének elnöke a 35 perc című közéleti magazin műsorunkban beszélt a fagyás méretéről és következményeiről, valamint a kártalanítás menetéről. Közel 1600 hektár az, amit 500 bejelentésből leszűrtünk, ez közel van az 1100 hektárhoz a csakazalma, és a többi a cseresznye, a megy, a szamóca, dió, őszi barack. Az őszi barackban mondhatnánk, és a dióban, hogy a 100% közeli, ugyanis ezek érzékenyebbek a, mondjuk az almától. Mit jelent ez a megye agrárgazdasága szempontjából ebben az évben? Hát a gyümölcs termesztőknek ugye súlyos csapád, minden tavasszal azért reszket a zöldség gyümölcs termesztés, hogy ennek következzen be. Most sajnos bekövetkezett, nagyon jó idő volt márciusban, a gyümölcsösök korán megindultak, és sajnos ez a hideg kárt okozott bennük. Én úgy gondolom, hogy ahogy a felvezetőben is elhangzott, még korai lenne ezeket a károkat túlbecsülni. Úgy gondolom, hogy a tisztuló hullás után lehetne azt mondani, hogy mennyire befolyásolja, de az tagadhatatlan, hogy egy olyan virágzás után vagyunk, ami ritkán szokott előfordulni, mindenki csúcs termést regisztrált a virágzás alkalmával, ez oszlott most szerte ebben a fagykára. Több száz hektárnyi erdő szenvedett fagykárt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében áprilisban. Ezekben a nyírségi dombos völgyes erdőkben -6-8 fokot ismertek. Jól látszik a légi felvételeken, hogy a fiatal akácosban milyen magasságot ért el a fagyos levegő. Ez a vízszintes vonal jelzi, hogy meddig károsodtak a növények. A fagy következtében elfagyott fákat ősszel majd kivágják, ha viszont nem károsodtak végzetesen a fák és képesek lesznek újra kihajtani, akkor is növedékveszteséggel számolnak az erdészet munkatársai. Az április 20-a környéki időjárás miatt nagyon sok helyen fagyással kellett szembenéznünk. Ez elsősorban a fiatal erdősítéseket jelentette, ugye, amik még nem nőttek ki a fagy fogságából. Nyírségben vagyunk, nyírségi homokvidéken vagyunk, ugye a dombokat völgyek követik. Elsősorban ezek a völgyek, amik nagyon fagyveszélyes területek, és ilyenkor, amikor fagypontalás ijed a hőmérséklet, akkor nagy károkkal kell szembenéznünk. Amikor lakott településen -1-2-t mérünk, akkor kint az erdőben ez annál kevesebb, és egy ilyen fagyzúgos helyeken akár -6-7-8 fok is előfordulhat mérések szerint. Fafaj szempontjából igazából a fagyérzékeny fajok veszélyesek ilyenkor. A legnagyobb területen a térségünkben akác fordul elő, ez elég fagyérzékeny, komoly károkat szenved általában ezekben a korai fagyokban, de a tölgyet, a fekete diót is megsínli a időjárás. Az első beslések szerint ez mekkora területet érint? Társaságunknál most folyik a károsó területeknek a nagyságrendje, de több száz hektárral kell biztosan számolnunk. Az, hogy milyen mértékű a károsodás, tehát hogy ismételni kell ezt az erdősítést, újra kell erdősíteni esetleg, vagy tőre kell vágni a területet, ez ezután fog kiderülni, hogy hogyan hajt újra a terület. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy mit jelent az erdészetekben a fagykár, tehát milyen hatása van egy fára, hogyha megfagy vagy lefagy? Tavasszal, amikor már a lombfogadás megindult, akkor ugye elkezdenek hajtani a fák, és akkor ilyenkor jön egy hideg időjárás, akkor jól látható módon lefagynak ezek a pici levelek. Itt, ahogy mutatom, ezek a barna levelek már éppen kihajtott, és a fagy hatására lefagyott részek láthatók. De vannak ott mellett a zöldek is, azok nem fagytak le, vagy azok már újra kinőttek? Hát ez az, amit az előbb beszéltem, hogy ha olyan mértékű a fagy, hogy teljesen a szár elfagy, akkor az lesárgulna és nem hajtana ki. Itt most ennél a példánál olyan mértékű volt a fagy, hogy a szár az nem fagyott el, és mivel a netkeringés ugye nem állt meg, újra indulnak a pici kis zöld hajtások. Tehát ez a szár úgymond megmenekült a teljes visszavágástól.
Nyilván egy növedékveszteséget azért fog szenvedni ebben az évben, nem fog annyit nőni ebben a vegetációs időszakban, mint nőne fagy nélkül, de nem kell újraindítanunk. Az akácvirág az egyik legfontosabb nektárforrás a méhek számára. Az erdőket ért fagykár így a növedékveszteség és a kieső erdőterületek veszteségei mellett a mézárára is hatással lehet. Erre is visszatérünk majd később, most viszont megmutatjuk, hogy mi történt az akác előtti egyik meghatározó nektárforrás, a repcefajta kísérleti bemutatóján Gyulatanyán. Ezek a kísérleti parcellák Gyulatanyán találhatók, szépen nőnek a növények még a tavalyi kedvezőtlen időjárás ellenére is. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében azonban a korábbi évek átlagaihoz képest jelentősen csökkentek az idei kalászos és repcetermő területek, sok helyen be is szántották a tavaly elvetett silány minőségű repcét. Május elején a gyulatanyai fajta kísérleti állomás bemutatóján jártunk, ahol a legkorszerűbb hozamnövelő és termésnövelő szerekről is tájékozódhattak a kilátogatók. Elnök úr, a megyében az őszi kalászosok és a repce hogy áll, mekkora területek vannak és milyen a minősége? Hát én úgy gondolom, hogy az őszi vetésűek erre nem volt kedvező az időjárás, tavaly évben így csökkentek a területek, összességében 7000 hektárra vetettünk őszi kalászost, és köztük a repcét is kevesebbet az átlagostól, ez a repcénél körülbelül 2000 hektárral kevesebb, 7000 hektár körül szoktunk venni minden évben, és most 5000 hektár körül van, és még a búza olyan, ami ilyen nagy arányban csökkent, 27000 hektár szoktunk elvetni, és most 22000 hektár körül van. Összességében ilyen 55000 hektár szoktunk vetni, és most egy ilyen 48-49000 hektár van az őszi kalászosokból. A tél folyamán jó időjárás volt, a vetések még talán túl meg is erősödtek, de nem szenvedtek kárt, kismértékben jelentettek vízállásokat, de ez Szabolcs megyére nem volt jellemző, mint az ország más területeire. Ennek a csökkenő vetés mennyiségnek mi az oka, vagy mi lehet a legfőbb oka? Hát amikor augusztusban kellett vetni a repcét, akkor olyan szárazság volt, hogy a talajművelés nem sikerült olyan jó hatásfokkal, hogy abba el lehetett vetni ezt az apró magvakat, és sokan nem vetettek. Amikor vetettek, akkor meg már volt, aki késő vetett, és az most a tavasszal már más kultúrát vetett bele, mert nem jól sikerültek a kelések. A gyulatanyai fajta kísérleti állomáson az időjárási károk elkerülése és a növényvédelem hatékonyságának növelése érdekében több parcellán is kísérleteket végeznek. A vizsgált szerekkel például a tavalyihoz hasonló aszályos években is növelhető a terméshozam. Különböző hozamnövelő, termésnövelő szereket alkalmazunk a repcébe is, illetve a búzákba is. Ez úgy történik, hogy az adott cégek elhozzák, megadják a technológiát, hogy kell kipermetezni, mikor, milyen dózisba kipermetezzük, és hagyunk kontroll, azaz kezeletlen parcellát, és nyáron, mikor van a betakarítás, akkor bemérjük ugye mind a kettőt, és így a kettő közti különbségből adódik, hogy mennyivel többet terem így a hozamnövelővel kezelt terület. Illetve a lomtrágyáknak azért van jelentősége, hogy ebbe az évben is például így Gyulatanyán március 8-án volt 15 mm csapadék, azóta semmi nem hullott, és a szemcsés formába kijutatott tápanyag nem oldódik, tehát nem tudja felvenni a növény a levélen keresztül, pedig egyből tudja hasznosítani. A Debreceni Egyetem általános rektor helyettese arról beszélt a fajta bemutatón, hogy ezek a programok tanulási lehetőséget is nyújtanak a gazdák számára, akik így megoszthatják egymással a tapasztalataikat is. Úgy gondolom, hogy soha ilyen nagy szükség nem volt az ilyen találkozókra, hiszen folyamatosan nő a versenyhelyzet, töretlen a fejlődés, újabb és újabb ismeretek kerülnek napvilágra, amelyeknek a megismerése az a versenyképességet gyarapítja és új tudással biztosít a gazdák számára. Soha nem volt olyan szükség, hogy ilyen találkozókon a gazdák a gazdákkal, a specialisták a gazdákkal, a kutatók a fejlesztőkkel és a gazdákkal találkozzanak, hiszen ezek adják azokat a szituációkat, amikor nem csak a könyvben leírtakat, hanem a gyakorlatban elérhető tudást is tudjuk a gazdák számára közvetíteni. Én azt gondolom, hogy ez a legfontosabb üzenete egy ilyen rendezvénynek. Az is egy jó üzenet, hogy tulajdonképpen egy kicsit a vállalkozói alapon helyreállt a
magyar fajta minősítés rendszere, itt példás kísérletek folynak, kiváló tanulási lehetőség a gazdák számára. Itt mindenki mindenkivel tud találkozni, nem csak tanul, okul, ki tudja javítani a hibáit, és nyilvánvalóan ebbe a versenybe, ami ma azért elég nagy kihívás, már csak azért is, ha csak állandóan beszélünk a klímaváltozásról, amely a termesztés feltételeit, a fajta összetétel teljességében megváltoztatja, igényeiben megváltoztatja. A rendezvényen a gazdák az éppen aktuális pályázati lehetőségekről és a legfontosabb határidőkről is tájékozódhattak. Folytatódik a kertészeti pályázati felhívásoknak a beadási lehetősége, ültetvénytelepítésre, gombaházra, gyógynövény vonatkozásába, illetve tovább folytatódik az élelmiszeripari feldolgozási pályázatok beadásának a lehetősége. Megnyílt a településképre történő pályázati lehetőség. Ezek azok, amik a legnagyobb érdeklődésre tarthatnak számot pillanatilag. Összefoglalva tehát jól látszik, hogy az időjárás új feladatok és problémák elé állítja a gazdákat. Csökken a kalászosok, valamint a repcetelmű területe is a megyében, a meglévő földeken pedig elsősorban az aszályos időre és az öntözés hiányára kell megoldást találni, hogy többet ne következhessen be az, ami idén megtörtént, vagyis hogy minőségi problémák miatt ne kelljen beszántani például repceföldeket. És itt vissza is értünk az előző témához. Míg a méhészek tavaly egy meglehetősen jó évről számoltak be, addig az idei évben elég gyengén indult a szezon. Erre pedig igencsak hatással volt az ültetvények csökkenése és az áprilisi fagykár. Itt állunk egy nyíregyházi méhészet vándortanyáján, nyilván nem Nyíregyházán. A műsor korábbi részében foglalkoztunk azzal, hogy a fagykának milyen következményei voltak. Hát a méhészetre is voltak hatásai annak, hogy lefagytak a növények, illetve a virágok. De kezdjük is azzal, hogy te női méhészként, Gabriella, miért kezdtél el ezzel a szakmával foglalkozni, és mióta foglalkozol vele? 5. éve foglalkozom a méhészettel. Igazából a kíváncsiság hajtott. Az előző szakmám fodrász volt, és volt egy kedves vendégem, és ő mesélt a méhészetről, és fölkeltette a kíváncsiságomat. Aztán interneten, könyveken keresztül elkezdtem utána járni a dolgoknak, és elhatároztam, hogy elmegyek iskolába, és megpróbálom. Elmondhatom. Azt mondják rá, tehát az igazi méhész azt mondják, hogy bebogarasodik, hát ez nálam megtörtént. Nyilván gondolom, te is egy kaptárral kezdted, most pedig számtalan van itt körülöttünk. Az első méhem, vagy méhecskéim, négy családot vettünk. Azzal kezdtem el, mert úgy gondolom, hogy ezt meg kell tanulni, és meg kell tanulni mindazt, hogy ahogy növekszik a család létszám, azt hogyan tudjuk ellátni munkával. Ugye említetted, hogy 5. éve foglalkozol vele, eddig különböző évekről számolhattál be nyilvánvalóan. Mondjuk a tavalyi év és az idei az hogyan alakult? Közben menjünk, nézzük meg a kaptárakat közelebbről is. A tavalyi évet mondhatom, így visszagondolva a mostani évhez kötődően, hogy a tavalyi évünk eléggé zökkenőmentes volt, és beszéltük is a családdal, hogy tavaly olyan könnyen ment minden. Az idén sajnos a fagy miatt és a nagyon sok repce nem igazán jól kelt ki, és rengeteget kiszántottak, ezért repce táblánk nem volt, ahova mehessünk a méhekkel, ami nagyon fontos a fejlődésük szempontjából. Az miért annyira fontos? Tehát az első virágzású és azért, vagy van más jelentősége is? A legnagyobb virágportadó, és mivel hogy nagy területen van egyszerre, ezért a méhcsaládoknak azon igazán föl tudnak fejlődni, és minden méhész igyekszik, ha megteheti, repcetábla közelébe menni tavasszal, hogy a legjobbat biztosítsa a méheknek. És hát nyilván kiesett egy csomó repceföld, ez a tavalyi időjárásnak is volt köszönhető, és ha bár korábban mi beszélgettünk, azt mondtad, hogy a méhcsaládok jól teleltek, tehát kedvező volt a tél a számunkra, mégis ez megviselhette akkor az állományt. Relatív, hogy jól teleltek a méhek, az én állományomra azt mondhatom, hogy jól teleltek.
nem volt elhullásom tavaszra, de volt egy visszaesés. Tehát az első fejlődési szakasz után volt egy visszaesés, amit igazából nem nagyon tudunk magyarázni, és nem csak nálam, hanem több méhésznél is volt ez tapasztalható. Akkor ez országos? Országosan. Igazából ahova már jutott az érdekképviseletünk, mert beérkezett nagyon sok jelentés, és ezáltal elkezdtek utána járni, kivizsgálni, laboratóriumban vizsgálták az elhullott méheket, a kaptárban lévő lépeket, hogy milyen betegségek miatt lehetett ez. De a legtöbben arra gondolunk, hogy a túltelítettség miatt kevés a mélegelő, és ugyan mi a tavaszi serkentéskor, tehát az első kirepülés után adunk nekik egy gyógylepényt, a legtöbb méhész, ami tartalmaz nagyon sok fehérjét, természetes virágport vagy virágporpótlót, ki hogy készíti el. De ezek után, amikor a méhek kijöttek a szabadba, nem, kevés volt a virágport. És most mi a helyzet az akáccal? Már szerintem egy jó ideje virágoznia kellene, azonban mégsem virágzik. Ugye ezzel is foglalkoztunk korábbi témában, hogy mi ennek az oka és hogy mekkora lehet a kiesés. Ez nektek mennyire számottevő probléma? Sajnos azt mondhatjuk, hogy Magyarország területének 60%-án lefagyott az akác. Ezt országosan be is jelentette a méhészeti elnökünk. Ami nagyon sajnálatos azokat a méhészeket, akiket ez nagyon érint. Hál' Istennek Nyíregyháza és környékén részleges volt a fagyás. És azt mondhatom, mi itt a nyírségben még jó helyzetben vagyunk. Van akác, virágzásunk, de egy hétig esett az eső. Tehát ez az első nap, ez az első napunk, amikor azt mondhatjuk, hogy verőfényes napsütés van, és a hőfok is, tehát ilyen 20-22 fok van, ez kedvez a nektár termelődésnek, és így a méhek tudnak dolgozni, amit tapasztalhatok is most itt körülöttünk. Most milyen feladatot fogunk elvégezni? Igazából én ilyenkor azt mondom, hogy én vagyok a termelés irányító. A kaptárban olyan munkákat végzek el, amivel a családnak azt segítem elő, hogy minél több mézet tudjanak behozni, hogy legyen hely. Mielőtt jöttetek, egy családrendezését csináltam. Ez az a család, amelyik már kezdett túl sok lenni egy kaptárban? Igen, és anya bölcsőt szedtem le, mert... és megpróbálom, tehát már érett anyabölcsőt helyezek anyazárkába, amit berakok egy dajka családhoz, és reményeim szerint, ha ki kell az anya, akkor ha anyák, tehát családoknál anya problémában elveszik az anya, akkor tudom miből pótolni. Megmutatom nektek azt a kaptárt, ahol vannak az anyazárkák behelyezve. Közben nekem a nadrágomból kiáll néhány helyen egy-egy fullánk, ilyenkor támadnak és szúrnak, és gondolom bele is pusztulnak ezek a méhek. Igen, mivel hogy a fullánk az az ő testüknek az egyik része, tehát ha belénk szúrják a fullánkjukat, akkor ők abba bele is pusztulnak, de mivel hogy vastag nadrág van rajtad, ezért károd nem történik. És mi történik azokkal a méhekkel, akik esetleg a kaptárban pusztulnak el? Tehát munka közben van olyan, hogy megölsz egy-egy méhet? Sajnos igen. És mi történik, velük ott maradnak? Nem, a többiek gyönyörűen kitakarítják. Tehát látszik a kaptár előtt, amikor takarítás van. Ők nagyon tiszta és pedáns kis bogarak, kitakarítják a lakhelyüket. Tehát ők gyönyörű rendet. És akkor azon a pici ajtón, amin előbb beszélnek, azon ki is lökik azt, ami... Ők akkor este, vagy amikor nincs behordás munka, akkor beleállnak a takarításba, és minden gyönyörűen kipucolnak, kidobálják a kaptár elé. Nézzük meg akkor ezt az anyabölcsőt. Ezek anyazárkák, ebben vannak a bölcsők, és egy dajka családhoz vannak behelyezve. És azok az anyák ott nem élnek, vagy ezek be vannak bábozodva, vagy mit történik? Ezek még nincsenek kikelve. Tehát még az utolsó fázisában vannak a fejlődési szakaszuknak, kikelés előtt állnak, és akkor van egy dajka család, és ha kikelt, ezen a rácson keresztül őket majd a többi méhek etetik, itatják, amint kikeltek.
Értem, azt hiszem, hogy eléggé felbolygattuk itt a méhkast, és szerintem jobb lenne, ha hagynánk téged tovább dolgozni, úgyhogy is köszönünk, folytatjuk más témával. Húsz éves a közgazdász képzés Nyíregyházán. A jubileumra áprilisban konferenciát szerveztek az egyetemen, május elején pedig egy különleges előadást tartottak közgazdasági és mezőgazdasági témában. A hazai mezőgazdaság helyzetéről a korábbi agrárminiszter Tordján József tartott előadást. Két dolgot kapcsoltuk volna össze, az egyik a közgazdasági társaság szokásos egy-két havi előadásai, a másik pedig, hogy 20 éves a közgazdasági képzés, és az igazából a mezőgazdasági főiskola keretei között indult el itt Nyíregyházán, és ezért gondoltam, hogy egy agrár, de gazdasági témájú előadással is megemlékezünk erre a jubileumról. Tordján József azt mondta, tragikus a hazai mezőgazdaság helyzete, és egy olyan terven dolgozik, ami segíthet fellendíteni a hazai agráriumot, és így az országnak is gazdasági kitörési pontot jelenthet. Rá kell mutatnom arra, hogy bár a közgazdászok általában úgy gondolják, hogy a szolgáltatóipar az, ami a GDP-hez viszonyítva a legnagyobb fejlődési lehetőséget hozza. Én úgy gondolom, hogy a specifikus magyarországi viszonyokra tekintettel a mi kitörési pontunk az agrárium és a feldolgozás lehetne, hogyha megfelelő irányítás alá kerülne ez az ágazat, és mindazt megcsinálnánk, amiből én több mindent fogok majd indítványozni. A májusi mintagazdát látták, legközelebb egy hónap múlva találkozunk. Addig is kövessenek minket a Facebookon, rengeteg érdekes dolgot osztunk meg ott, akár a forgatásokról is, valamint vissza lehet nézni a kölcseitv.hu weboldalán a korábbi műsorainkat is. Júniusban találkozunk, viszontlátásra!